Hétvasi város 10 iskolájában rendezték meg a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulóját februárban. Adott idő alatt kellett megoldani a teszt jellegű feladatsort, amihez a matematika tudáson kívül értő olvasásra is szükség volt. Logikus gondolkodást nagyon jól fejlesztik, a kizárást, tehát hogy meg tudjam ítélni azt, hogy lehet ez a megoldás, nem lehet ez a megoldás. Az én szakköröseim hihetetlenül jól megtanultak vitatkozni egy-egy feladat megoldásán. A verseny célja a matematika népszerűsítése. A feladatsort úgy állítják össze, hogy a kiemelkedő és a közepes képességű gyerekek számára egyaránt tartogasson sikerélményt. Vannak visszatérő versenyzők, akik minden évben megpróbálják kihozni magukból a legjobbat. Mindig nagyon jól érzem magam ezen a versenyen, nagyon nehéz természetesen évről évre. Mindig próbálok rá felkészülni, de sosem lehet ezt hibátlanra megírni. Az idő kevés, a feladat sok, úgyhogy azért mindig eléggé megizzadok. A Zrínyi iskola kórusának műsorával kezdődött a díjátadó ünnepség, majd Balázsi Péter megyei jegyző köszöntötte a diákokat. Mint mondta, az iskola a legigazságosabb hely az életben, ahol az elvégzett munka mindig meghozza a várt eredményt. Aki itt van, büszke lehet teljesítményére. Fodor István tankerületi igazgató úgy fogalmazott, a matematika a technikai és gazdasági fejlődés alapja, majd köszönetet mondott a felkészítő tanároknak. A szervezők egyéniben és csapatban is értékelték a diákokat. Az 1700 résztvevő közül 150-en lesznek most itt. Az első, második helyzetet csapatban, az első 15 helyzetet egyéniben értékeljük. A gimnáziumoknál az első 3-ot egyéniben, az első helyzet csapatot, illetve a szakgimnáziumok első helyzetjeit. Az eredmények mindig nagyon szépek, hiszen aki itt van, mind nyertes. A megye legeredményesebb általános iskolája a Zrínyi lett, a 8 osztályos gimnáziumok között a régióban második helyet ért el a Bólyai, a 4 osztályosok között a Nagy Lajos gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak megelőzve a Bólyait, a szakgimnáziumok között harmadik helyen végzett a Horváth Boldizsár. A Zrínyi Ilona matematika verseny országos döntőjét április 12-e és 14-e között 17 Vas megyei résztvevővel Szombathelyen rendezik meg.